Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Elhunyt Török Józsefért ajánlom fel a Szentmiséjét. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Könyörögjünk, mindenható örök Isten, bizalommal atyánknak szólítunk téged, tökéletes és szívünkben a fogadott fiúság lelkületét, hogy a megígért örökséget elnyerjük, a mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
olvasmány a bölcsesség könyvéből. Az Egyiptomból való kivonulás éjszakája nem érte váratlanul atyáinkat, mert hittek, Uram, a Te esküvel megerősített ígéreteidnek. Így bátran néztek az események elébe. Bizalommal várt a néped az igazak szabadulását és a gonosz ellenség vesztét, amivel ugyanis az ellenséget sújtotta, azzal minket felmagasztaltál, amikor hívtál bennünket. Mert titokban áldozták fel a bárányt a dicső atyák húzgó fiai, és egy szívvel lélekkel kötelezték el magukat az isteni törvénynek, hogy szentőseink egyformán osztoznak a közös javakban és a közös veszélyekben, és már előre rázendítettek az atyák hála énekeire. Ez az Isten igéje. A zsidókhoz írt levélből. Testvéreim, a hit szilárd bizalom abban, amit remélünk, meggyőződés arról, amit nem látunk. Őseink ebből beítette bizonyosságot. Ábrahám hitből engedelmeskedett a hívásnak, hogy költözzék arra a vidékre, amelyet örökségül kellett kapnia. Elindult anélkül, hogy tudta volna, hová megy. Hittel telepedett az ígéret földjén, idegen országban. Sátorban lakott Izsákkal és Jákobban, akik ugyanazt az ígéretet örökölték. Vártak ugyanis azt a szilárd alapot, hogy új várost, amelyet majd az Isten tervezés épít. Sára is, hogy hitében kapta az erőt, hogy előre haladott korak ellenére anya lehessen, mert hűségesen tartotta azt, aki az ígéretet tette. Ezért ettől az egytől, noha már nem volt fiatal, annyian származott, mint az égen a csillag, vagy mint a tengerpart, megszámolhatja a követni. Ezek az Isten ígéri. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből.
Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: csípőtök legyen felövezve, kezetekben pedig égő gyertya legyen. Hasonlítsatok az olyan emberekhez, akik urukra várnak, hogy mihelyt megérkezik a mennyek zőrről és zörget, rögtön ajtót nyissanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket uruk megérkezésekor ébren talál. Bizony mondom nektek, felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, körüljár és felszolgál nekik. És ha a második vagy a harmadik őrváltáskor érkezve is így találja őket, boldogok azok a szolgák. Gondoljátok meg, ha tudná a házigazda, hogy melyik órában jön a tolvaj, nem engedné betörni házába. Éberen várjátok tehát az emberfiát, mert eljön abban az órában, amikor nem is gondoljátok. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, a három olvasmányból, ha valamit ki lehet emelni mindenek előtt, a hitnek az aktusa. Éppen ezért ezzel kapcsolatban nézzünk egy-két dolgot. Bölcsességek könyvéből hallottunk tulajdonképpen egy újraértelmezését az ószövetségi történésnek, hogy az egyiptomi kivonulás mit jelentett az atyáknak, hogy hittel tették mindezt. Aztán ugye Ábrahám is a hitéből táplálkozva indult el, hallottuk a zsidókhoz írt levélből, és jött el az ő rokonai köréből, hogy elinduljon az ígéret földjére, mert ő hitte, amit az Úr mond. Egyetlen pici dolgot azért itt érdemes megvilágítani. Mit is jelentett különösen abban az időben elhagyni valakinek a népe körét? Tehát amikor a Közel-Keletre gondolunk, és azokra az időkre, tehát mondjuk Ábrahám a Krisztus előtti 19. század, 1800-as évek, amikor ő ott pásztorkodik a Közel-Keleten. Mit jelentett ez, hogy eljönni rokonai köréből? Ez azt jelentette, testvérek, hogy eljönni egy olyan védő szociális hálóból, a családjával, idegen nemzetek közé, ami egy teljes bizonytalanságot adott. Mit jelentett ez? Ott lenni valakinek a népe körében, az egy biztonság. Az azt jelenti, hogy is mondjam, poentírozva a dolgot, hogy mint a középkorban. Nem volt különösen a korai középkorban, de az élet középkorban, és akkor kezd kialakulni az, amire azt mondjuk ma, hogy csendőrség, rendőrség, stb. Tehát miért nem kezdtek ki valakivel, vagy nem gyilkolták meg, vagy nem rabolták ki? Mert tudták, hogy van neki gyermeke, sógora. Az is számított abban az időben a családok számára, hogy ki a másod, harmad, negyed nagynéni, nagybácsi. Miért? Mert ők tudtak jót állni érettem. Ők voltak azok, akiket szintén ismertek, éppen ezért, hogyha valami fogadóba bent az ember, tudták, hogy ki az, és nem bántották, mert nem akartak esetleg klánok, családok vagy nemzetségek közötti harcot, háborút. Kijönni a népem köréből az azt jelenti, hogy megszűnik az ismertség, megszűnik egyfajta evilági, emberi támogatottság, és az ember elképesztően sebezhetővé válik az idegen pásztorkodó népek, városok, nemzetségek között. És Ábrahám mégis kivonul. Tehát amikor ezt így látjuk az egésznek a történelmi összefüggését, akkor tudjuk megérteni, hogy itt nem egyszerűen arról volt szó, hogy de jó ötlet, menjünk most Nehévízre, hanem Zalaegerszegre. Itt nem erről az, hogy másik vonatot fogunk, hanem az egész egzisztenciájával benne gyökeredzik egy társadalomban, egy gazdasági, szociális hálóban, neki megvan a helyzete, megvan a rangja, megvan a biztonsága, és az Úr mond neki valamit. Vonulj ki a népet köréből. Ez azt jelenti, hogy körülbelül mondjuk, ha most nézzük, mit is jelentett ez, Ábrahám egy nagyobb családnak lehetett, vagy törzsnek lehetett, törzsfőnek mondjuk egy 300 ember. Kivonul a barmaival, a tevéivel, és megy
amerre az Úr mutatja neki. Tehát ez hit. Ez így valóban hitaktus. Ez valóban annak a követése, amit az ember nem tudhat. És itt csak az Úristen mondta. És éppen ezért nézzük egy pillanatra meg még ezt a bizonyos dolgot, hogy mit is tett. Tehát az egész életét, ami van, ezen életbiztonságát, ezen élettávlatait hátrahagyja, és valami Isten által ígért fényében, céljából valami teljesen újat kezd. Hisz az Istennek. Egész életét erre teszi fel, mindent az égett a világon ezért kockáztat. Egész egzisztenciát. Aztán Jézus miről szól az evangéliumban, tényleg ugyanerről, hogy a keresztény ember, ez jó lehet, ebben a világban él, de nem ezért a világért él. Persze, ebben a világban tevékenykedünk, de tudjuk azt, hogy teljesen mindegy, mit építünk. Amikor az Úr eljön, az utolsó ítéletkor ebből nem marad semmi. Lehet akármilyen szép egy templom, egy bazilika, bármi, a világ, ez csak sokkal szebb lesz. Isten újjáteremti a világot. Ezért a világért élni a szó abszolút értelmében nem más, mint az embere elárulása, istentelenség, ostobaság, ilyen szavakkal lehet ezt leírni. Látjuk, ez az ateizmus drámája. Állandóan ilyeneket hangsúlyoznak, hogy éljenek a jegesmedvék, a fókák, és igenis lázadjunk föl az emberi szaporodás ellen, Extinction Rebellion, és ki kell halnunk azért, hogy a tevék szebben vegyék a levegőt a sivatagban. Tehát egyszerűen a célját vesztett ember, aki felfuvalkodott e világi jólétében, és kitalál magának olyan célokat, ami nem más, mint elárulása az embernek. Nekünk Jézus azt mondja, hogy legyetek, mint a szolgák. Ebben a világban Isten szolgái vagyunk, és éppen ezért egy örök haza felé megyünk, mi nem vagyunk egyszerűen csak, hogy is mondjam, vándorok, itt megpróbálom csak poentírozni a fogalmat, hogy a vándor az vándorol, a zarándoknak célja van. Mi a zarándok egyházban vagyunk, mi innét oda megyünk, és tudjuk, hogy az ott a cél, végcél, Isten, Szent Háromság, mennyek országa. A vándor az meg kolbászol össze-vissza a nagyvilágban, ide megy, oda megy, és elmondja, hogy hát itt is jártam, ott is jártam, és kit érdekel, Józsikám? Kit érdekel, hogy te hol jártál? Mire mentél vele? Jön a kaszás, és kezen fog. Nem? És mindezt elviszed a pokolba. Ha nincsen pokol, hát majd rá fogsz jönni. Csak akkor már késő. Tehát ezért nagyon fontos, hogy igenis egy abszolút célért megy az ember, és mindent ebbe rendez bele. Továbbá. Amikor a hitről beszélünk, testvérek, akkor nagyon-nagyon fontos dolgot még el kell itt mondani. Az Anyaszent Egyház tanításában ugye van a három természetfeletti isteni teológiai erény. Teológiai isteni, mert Isten adja nekünk a keresztséggel, illetve adja vissza, ha elvesztettük, halálos bűn miatt, a Szent Jónással. Ez a hit, a remény és a szeretet. Nem akarok most ebben részletesen belefolyni, de a lényeg az, hogy természetesen mind az, hogy mit remélünk, mind pedig az, hogy mit, hogyan szeretünk, azon múlik, hogy mit hiszünk. Tehát mindig az igazság az alapja a dolgoknak. Mi az igazság? Azonban itt látni kell valamit. Az, hogy van Isten, egy Isten van, ez a józan parasztész dolga. Ezt nem győzöm eléggé hangsúlyozni. Mindenütt és bárhol. Ez a józan parasztész dolga. Ezért az ateistának nincsen mentsége. Aki azt mondja, hogy nincs Isten, az olyan ostoba, hogy hozzá képest egy kérődző teve is, egyetemi professzor. Miért? Mert mindent elkövet, hogy józan paraszti eszével megtagadja a józan paraszti ész értelmét.
Ezért hangsúlyozunk, hogy kell legyen Isten, hogy van Isten, azt a józan ésszel be lehet látni. Természetesen megtagadhatjuk a posztmodernnel együtt magát azt, hogy egyáltalán van ész, hogy ennek van értelme. Akkor viszont azt nem értem, hogy egyáltalán minek tagadni bármit is. Tehát ez, ami ma megy, ez nem más, mint az értelemmel való legmélyebb, legalapvetőbb visszaélés. Ahol az ember arra használja fel a következtetést, hogy leromboljanak minden értelmét, alapját, értékét, az az ember öngyilkosságot követ el. Először itt, aztán pedig akár a szó szoros értelmében. De az a hit, amiről mi beszélünk, amiről az Anyaszentház tanítása beszél, éppen ezért nem az a hit, hogy azt mondják az emberek, ó, hát én hiszek Istenben. És hol tetszik járni templom? Hát templomban nem járok. Barátom, akkor nem hiszel az Istenben. A természet feletti Isten hit, remény, szeretet nincs benned. Mert ha benned lenne, akkor hétköznap is törekednél elmenni a templomba, mert tudod, hogy az Úristen a léted forrása, a léted célja, a léted fenntartója, kibontakoztatója, stb. Tudod, a hitben. És az a hit egy természetfeletti hit. Tehát itt nem arról van szó, hogy én kiokumláltam, hogy elgondolkodtam, fú, nagyon okos vagyok, meg lótuszülés, meg kéztartás, és akkor fú, gyütt a nagy kozmikus szellem, és akkor megszálltam, fú, nagyon okos vagyok, és szép vagyok. Itt nem erről van szó. Itt arról van szó, hogy az ember létének legbensejében mindent ahhoz rendel, amit az Úristen kinyilatkoztatott. Természet feletti kinyilatkoztatás, miről? Szent háromság, azt józan észre nem lehet belátni. A szentségek, mint az eszközei a szent életnek, a szenté válásnak a mennyek országába eljutni. A szentelmények, az egyháznak az erkölcsi tanítása. Ezek, ha tetszik, természet feletti kinyilatkoztatásból jönnek, megvilágítják a természetest is, és megerősítik a természetest. Miért kell nekünk ez? Először is mindig szét kell választani a természetest, a természet felettit. Ez az új teológiának a legnagyobb bűne. Teilhard de Chardin-nel, Henri de Lubac-kal, Yves Congar-ral és a többiekkel, a népi zenekarával együtt. Az a legnagyobb bűnük, hogy összezavarják a természet és a természet fölötti rendjét, összemossák, és éppen ezért nem is lehet róla beszélni, hogy a kettő hogyan különbözik, és hogyan van egymásra utalva. Ezzel összezavarjuk a megértést. Lásd a hit fogalmának a megértését, az Isten szeretet fogalmának a megértését, mint természet feletti. De nekünk ez lényeges. Amikor az ember keresztény lesz, katolikus lesz, akkor nem befejezi a gondolkodást, hanem elkezdi. Mert valami mélységes, mélyen akar mindent megérteni, az üdvösség történelmét, illetve a teremtésnek a rendjét, a kozmológiánkat. Tehát mind a statikus, mind a dinamikus szempontból értelmezni a világot. És azt mondjuk, nekünk igazunk van. Csak nekünk van igazunk, mert a természet feletti megerősíti a természetest is. De az ember elbohóckodhat mindenféle modern elméletekkel a történelmről és erről-arról, de Isten nem ezt mondta. És erre mondhatja az ember, tehát most őszintén, hát ez a tudomány, az a tudomány, barátom, ha az Úristen nem azt mondta, akkor nem az, akkor nem úgy van. Csak emlékezzünk egyetlen dologra, hogy jött Charles Darwin. Minden ellenkező híreszteléssel szemben ateista volt. Tudjuk a levelezéséből. Ugye felvázolta azt, hogy a hominizáció során mindenestül Pirinéni Józsi bácsi és mindenféle egyebek, mint egy törzs vagy egy ilyen horda lett emberré a maga egész szellemiségében, megismerésében, vallási adottságaiban, minden a Mr. and Mrs. Evolúciónak a szép kreációjából származik. És éppen ezért elkezdtek teológusok fölépíteni olyan teremtés tanokat, amelyekben megpróbálták Darwint összeilleszteni
a teremtést annal. És valahogy úgy magyarázni a Szentírást, hogy tulajdonképpen egy horda az, amely valamiképpen bűnbe esett, ha egyáltalán megmarad az áteredő bűntanítása, ősbűn áteredő bűntanítása, egy horda az, ami bűnbe esett, egy horda az, amely hordozza valamiképpen ezt a dolgokat, és úgy, ahogy van, kukába rakták az Anyaszentegyház dogmatikusan lefixált hitét. Erre 1990, ha jól emlékszem, 90 január vagy februárjában jelentek meg az első hírek magyar nyelven arról, hogy amerikai genetikusok azt mondják, hogy különböző adottságok miatt egy ősanyától származunk. Aztán talán egy másfél évvel ezelőtt mostanra olvastam olyat, hogy minden jel arra van, hogy egy ősapától is származunk, mert azt még akkor kétségbe vonták. Na még egyszer. Értsünk szót, testvérek. Mi nem azért hisszük azt, hogy Ádám és Éva az ősszülőnk, akik bűnbe estek, és a bűnbeesésüknek a következménye, mint áteredő bűn adatik tovább, ezért meg kell keresztelni a csecsemőket is. Mi nem azért hisszük, mert Charles Darwin azt mondta, vagy nem mondta. Nem azért hisszük, mert amerikai genetikusok úgy találták. Mi azért hisszük, mert ez a kinyilatkoztatás, ez van megfogalmazva egy abszolút tűpontosságú filozófiai nyelven a dogmákban. És ha valaki föltette az életét erre a darwinista agyamentségre, elvesztette a hitét. És ha ezt tették teológusok, hogy megalapozzák ezt az agyament dolgot, ők fogadják őszinte részvétem, mert megmérgezték az egyszerű emberek gondolkodását. De ezt értsük meg, hogy a hit az nem abból származik, tehát természetfeletti dolgokat, ami ki lett nyilatkoztatva, senki nem volt ott, hogy lássa Ádámot és Évát bűnbe esni, vagy az Úristen kinyilatkoztatja, vagy nem tudjuk. Senki nem látta az áteredő bűnt, amint átadatik. Ez nem olyan dolog, hogy nesze itt a kávéd. Vagy kinyilatkoztatta az Úristen, vagy nem tudom. Ezt kell megérteni. De ha kinyilatkoztatta, ha valóban hittétel 500 éve, 1000 éve, akkor ma is az. És senkire nincs rábízva, hogy megváltoztassa, mert az dogma, mert az alaptanítás, mert az örök és változhatatlan. Tehát amikor a hitünkről gondolkodunk, ezt meg kell látni, hogy örök isteni célunk van, örök isteni igazságaink vannak, amelyek szerint kell berendeznünk mindent. Mert ha nem tesszük, akkor nem vagyunk jó szolgák. Akkor ez a bizonyos dolog, hogy csípőtök legyen felövezve, és várjátok, hogy eljön a ti uratok. Ez nem fog megtörténni, mert nem tudod egyetlen egy célra rendezni az életed, mert mindenféle himi-humi tanításoktól válik függővé, hogy tényleg a dogmatika mit mond. Az Isten szava nem válhat függővé attól, hogy ateista Jóska a mikroszkópja alatt mire gondolt? Egy picit gondolkodjunk már el, nézzük meg őseinket. Nem azért vagyunk itt Magyarországon, mert valaki szépen elgondolkodott a maga tudományáról, hanem mert hittük az Úristent. Ha nem hittük volna, nekünk végen végünk van. Tehát ezért nagyon fontos, amit Jézus mond, és amit az őseink tettek, és nagyon fontos a történelem, a Szentírás, hogy mindig hűségesen, megértéssel, a természetfölötti dolgok megértésével, alázattal, hittel, imádsággal fontolgatjuk a dolgokat, és akkor valóban meg tudjuk azt élni a nap minden szakában, és az év minden napján. Ezért ez így legyen előttünk ezeknek az olvasmányoknak az értelme, és persze az Anyaszentírás tanítása hitről, reményről, szeretetről. Azt reméljük, amit az Úr kinyilatkoztatott, és aszerint szeretünk, hogy az Úr milyen kegyelmet, erőt, indítatást adott nekünk személyesen, egyénileg, a konkrét helyzetünkben. Ez legyen bennünk, és látni fogjuk, tapasztalni fogjuk, a természet fölöttiben kibontakozik a természetes, és a természetes bele növekszik a természet fölöttiben. Amen. Hi
Hiszek az egy Istenben, a mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egy szülött fiában, aki az Atyától született, az idő kezdete előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden által lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szent Lélek erejéből, Szűz Máriától, és emberi lett. Pontius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették, harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Úrunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával. Hiszek az egyes szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban, vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Kérjük testvéreim, a mi Urunkat, Jézus Krisztust, hogy eljövetele mindenkor készen találjon bennünket. Erősíts meg minket, Urunk, hogy állandóan készüljünk a veled való találkozásra. Kérünk téged, hallgass meg minket. Azt tudunk, hogy a népek békességben éljenek, és eljönnek hozzájuk a te országod. Kérünk téged, hallgass meg minket. Tarts népre, Urunk, lelki ismeretünket, hogy soha meg ne feledkezzünk az irányban való kötelességünkről. Kérünk téged, hallgass meg minket. Segíts, Urunk, hogy súlyos bűnnek ne fordítsuk magunkban a megszentelő kegyelemnek fényét. Kérünk téged, hallgass meg minket. Utalmazzunk elmúlt hű szolgáidat a török boldogságban a mennyei hazában. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk Jézus Krisztus, te eljöveteled által teljessé teszed megváltásunkat. Segíts kegyelmeddel, hogy jutalmadra méltónak találj minket, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Istenünk, fogad meg engesztelődve egyházad áldozati adományait. Jóságodból te adtad azokat, hogy neked felajánljuk, és te változtatod át hatalmaddal üdvözítő áldozatunká, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, a te végtelen dicsőségedhez tartozik, hogy isteni erőddel segítesz a halandó emberem, és éppen halandó voltunkból szerzel gyógyulást. Így, amit veszteségnek tartunk, azt üdvösségünkre fordítod, Krisztus a mi Úrunk által. A te fölségedet ő által a dicsőíti az angyalok hatalmas kórusa. Boldogan áldanak, mert mindörökké látnak téged. Add kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és velük együtt szüntelen újongása zengjük. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása, kérünk szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt, vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt, vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka, halálodat hirdetjük, Úrunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz.
ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kenyerét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Úrunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben, Ferenc pápánkkal, György püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről is, mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, a Szent Szűz jegyesével, a Szent Apostolokkal is, minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélek egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké, amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Békesség. Az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem.
Könyörögjünk! Istenünk, a tőled kapott szentségi eledelvétele üdvözítsen minket, és erősítsen meg, hogy mindig igazságot fényében járjunk. Krisztus, a mi Urunk által. Szeretném megköszönni Gábor atyának az Esztergom Budapesti Egyház megyéből, hogy eljött közénk és a szent mise áldozatot ma bemutatta. Hirdetjük a kedves testvéreknek, hogy Medjugorjéba szervezünk zarándoklatot László atya vezetésével augusztus 29 és szeptember 1-e között. Ez egy 4 napos zarándoklat lesz, 3 éjszakával autóbuszos utazással. Jelentkezni a Sekrestyében van mód és lehetőség. A szent mise végén szeretném mondani a kedves testvéreknek, hogy hála a tehet szívvel emlékezünk boldog emlékezetű Kovács János karnagyúra, aki templomunknak több évtizeden keresztül volt a kántora és a karmagya egy szemében. Májusban vettünk tőle búcsút, és nagy szeretettel köszöntjük Nagy István urat, karnagy urat, aki Dunaharasztiból érkezett közénk, 200 kilométerről, és ahogy Gábor atya mondta, hogy milyen érzés az, amikor az ember egy kicsit elvándorol a biztonságos helyről, az ismerősök közül, a jó barátok közül, a kapcsolatok közül most István is eljött ide közénk Zala megyébe. Én azt kívánom Istvánnak, hogy érezze itthon magát. A hévíziektől, a vendégektől, akik itt vannak a templomban, azt kérem, hogy egy nagy tapsal köszöntsük az új karmagyarát. Az áldásra álljunk fel. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg titeket a mindenható és jóságos Isten, és töltse el szíveteket üdvöt adó bölcsességgel. Táplálja lelketeket hitünk igazságaival, és tegyen álhatatossá titeket a jó cselekedetekben. Irányítsa lépteiteket önmaga felé, és mutassa meg nektek a békesség és a szeretet útját. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A szent mise véget ért, menjetek békével.